Sziasztok, kedves barátaim! Ismét következik az Ekádasi. Az Ekádasi nap holnap hétfőn lesz, Padma Ekádasi, vagy Vishnu Shayana Ekádasi. Ez egy különleges időszak kezdődik, mert most ugye a nap mindig, amikor mozog, akkor valamelyik zodiákos belül mozog, és most fog mozogni rákban, hogy 4 hónapon keresztül fog menni rák, és utána mérlegbe fog átmenni. Ezt a 4 hónapos időszakot úgy hívják, hogy Chaturmasya. Erről majd később mesélek egy kicsit, de most fogok mondani a holnapi Ekádasiról. Bhavishyottara Purana-ba olvashatunk róla, amelyeken Narada Muni az apjától, Úr Brahmától kérdezi, kedves apám, tessék, kérlek, mondd el nekem, mennyire dicsőséges a Padma Ekádasi, vagy Shayana Ekádasi. És erre az Úr Brahma elmesélte történetet egy királyról, Mandakta királyról, aki nagyon erényes és nagyon szent király volt. Az ő királyságában mindenki boldog volt, a föld bő termést hozta, időbe esett az eső, időbe sütött a nap, mindenki egészséges volt, bőségbe éltek, boldogok voltak. Tisztességes király volt, az úrnak a nagy szolgája, de történt egy ilyen időszak, amikor 3 éven keresztül nem esett az eső, nem nőtt a gabona, és emberek elkezdtek éhezni. Akkor az emberek elmentek a királyhoz, és panaszkodták, kedves király, nézd meg, a királyságnak a polgárai nagyon szenvednek, sokan éheznek, és boldogtalanak, mindenki száradt, nincsen eső, nincsen gabona. És király mondta, így igaz, mert az embernek, a testnek az élete a gabonán függ. Hogyha van gabona, akkor van élet, de most valami történt, nem tudom miért, én nem tudom magamat vizsgálni annyira, hogy megtudjak, hogy milyen hibát követem el, mert általában, hogyha bűnt követi el a király, akkor eláll az eső, akkor szárazság lesz, emberek kezdenek éhezni, és szenved az egész királyság. És ezért azt döntötte a király, hogy elmegy erdőbe keresni bölcset, aki meg tudja neki magyarázni, hogy most hogy mi az oka annak, hogy nincsen eső királyságon. Így vándorolt erdőben, találkozott sok bölcsel, de egyik alkalommal találkozott Angira Munival, egy nagyon nagy intelligens bölcsel, és feltette neki ezt a kérdést, hogy kedves bölcs, mondd meg nekem, kérlek, mi az oka annak, hogy az én királyságom kiszáradt, 3 éven keresztül nem esik az eső, nincsen gabona, emberek éheznek és boldogtalanak. Angira Muni mondta, bizonyára mondom neked, kedves király, nem az a te hibád, te tisztességes király vagy, nem követel semmi bűnt, viszont van egy sudra, egy alacsonyabb rendű személy, akinek nem illik vezeklést végezni, de ő vezekel, és mivel ő vezekel, ez nem az ő dolga, nem az ő kötelessége, ezért ilyen hatása van a királyságodban, hogy minden kiszáradt, nincs eső. És akkor kérte tanácsot, mondta a király, kérlek, mondd meg nekem, mit tegyek, hogy ez a helyzet megjavuljon, és akkor mondta az Angira Muni, azt tudsz csinálni, meg kell keresni ezt az embert, le kell állítani, hogy többet ne vezekeljen, és meg kell ölnöd. Meg kell büntetni. Ahogy csak meg tudsz őt büntetni, ő meghal, akkor visszajön a normális időjárás, és nagyon szép és csodálatos lesz minden. Király, hát mivel tisztességes volt, mondta, kedves bölcs, nem tudok ezt megcsinálni, egy ártatlan embert megölni, azért most, hogy vezekel, ez nem egy nagy bűn, és én nem akarok, nem tudok őt megülni, nem emelkedik a kezem. Van-e valami más megoldást, mit tudsz ajánlani számomra? Angira Muni mondta, tudok ajánlani, nem sokára, amikor a nap a rák zodiákosba lép,
egy Ekádási napján, ez fog történni, Sajana Ekádási napján, hogyha ezen a napon fogsz tartani bőtöt, követed az Ekádasit, imádod az Urat, ugye amúgy Ekádási napot úgy hívják, hogy Harivászana, Istennek a napja, Istennek a Úrnak a napja, ezen a napon őt kell imádni, hogyha bőtölsz, nem eszel gabonát, betartod mindent, ami kell, dicsítesz az Urat, templomba imádod, akkor fel fog szabadulni a királyság ettől a rossz hatásától, és akkor minden csodálatosan újra fog virágozni a királyságot. Az égiek is ezt megerősítették. Így is tette a király, meg tartotta Ekádasit, és akkor, ahogy most is indul az első pont ebbe a pillanatba, ugyanúgy a Dvádásén következő napon elindult az eső, és újra virágzott a királyság, mindenki nagyon boldog volt. Ezt a történetet az Úr Bráma mesélte Narada Muninak, és az Úr Bráma úgy folytatta, hogy nincsen jobb vezeklés, ami nagyobb eredmény ad, mint Ekádasi. Hogyha valaki vezekel Ekádasi napon, bőtől nem eszik gabonát, imádja az Urat, és ezen a napon 108-szor elmondja az Úrnak a nevét, a mantráját, akkor bizonyára nagyon sikeres lesz, boldog lesz, mint a lelki, mint az anyagi területén. Erről szól az Ekádasi. Akkor most megtörés. A megtörés kedden lesz, holnap után. 5 óra 11 perc és 10 óra 17 perc között. Még egyszer köszönöm nektek, hogy írtuk, visszajeleztek, hogy mennyire csodálatosan követtek az Ekádasi napon. Bátorítani tudnék benneteket továbbra is, kövessétek, és nagyon jó lelki eredményeket fogtok elérni, mert ez a nap, ez Istennek a napja, és aki ezt csinálja, akkor Isten nagyon elégedett, és mikor az Úr elégedett, akkor mi is elégedettek leszünk. Kérem, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljatok a videót, majd találkozunk. Hare Krishna!